Közfoglalkoztatási kiállítás, minden eddiginél több település mutatkozott be a nyíregyházi főtéren. Fokozott vadveszély, érdemes óvatosabban közlekedni az autósoknak, a pártkereső szarvasok ugyanis könnyen az utakra tévedhetnek. Minden eddiginél több, 99 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település mutatkozott be az 5. közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron Nyíregyházán. A főtéren álló standokon azokat a termékeket mutatták be, amelyeket közmunkások készítettek el. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A csütörtöki megnyitón elhangzott, a kiállítás a legjobb bizonyíték arra, hogy míg a segély elszegényít, addig a közfoglalkoztatottak munkájukkal értéket teremtenek. A rendezvényen értékelték is a helyi termékeket, a vásár első díját a kéki berkenye gyümölcslé nyerte el. Vidám szalmabábú mosolyog a Baktaló rendházi standon. Paprikát, burgonyát és más zöldségeket hoztak a vására, amelyeket a közétkeztetésben hasznosítanak. 20-an vagyunk. A Dégenfeld kastélyban van egy hektárunk, ott szoktuk a sárgarépával a zöldséget, ami ott jobb, feketeföld hagyma, ami jobban megterem. A többi a szakiskolának a hátánál homokföld, burgonyát, batátát termesztünk ottan, és ez is mind a közétkeztetésben megy be. Így néz ki a híres nyírmegyesi tulipános virágláda. Ilyen díszítésekkel tették szebbé a települést a közfoglalkoztatottak. Olyan 3-4 éve. Akkor még ugye közfoglalkoztatottunk, volt több asztalos is, sajnos ők már kikerültek a munkavilágába, vagy nyugdíjba mentek, és akkor kezdtük el csinálni. Ugye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jellegzetes motivumot faragjuk bele a kis ládákba, ez pedig ugye a tulipán. Sötét kék színű, apró gyümölcs a berkenye, ezt dolgozták fel kék településen. A bogyóból készült gyümölcsli annyira finom lett, hogy első helyezést értek el vele a vásári versenyen. Annak idején, hogy 2010-ben, mikor indult ez a közfoglalkoztatási program, akkor közel 200 közfoglalkoztatottunk volt. Most lecsökkent már ez, 60 fős létszámmal dolgozunk. Mezőgazdasági termékeket termelünk, főleg saját felhasználásra. A korábbi években telepítettünk kísérleti jelleggel berkenyét, ami most az idén termett már olyan mennyiségben, hogy ugye elgondolkodtunk rajta, hogy mire tudjuk ezt hasznosítani. Azt tudtuk, hogy gyógyhatása van a berkenyének. Maga a berkenye önmagában egy fanyarizű növény, majd ezt javaslom, hogy kóstolja meg, de gyümölcsléként felhasználva, almával vegyítve, tulajdonképpen 100%-os gyümölcs, amelynek 30%-a a berkenye, mert önmagában ezt nem nagyon tudná fogyasztani senki. Így kísérleti jelleggel készítettük, és ezzel neveztünk. Meg is lepett, hogy első helyezést értünk el vele. A hungarikumok közé választott tárogatóval hívta egybe a vendégeket puszta dobos polgármestere Dani Attila. A megnyitón Szulimán Zsolt, a belügyminisztérium főosztályvezetője azt mondta, nagyon sikeres volt a megyében a közfoglalkoztatás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2021-ben 211 település vesz részt a járási programokban, közel 9000 fő közfoglalkoztatása mellett, míg nagyjából 8500 fő vesz részt más egyéb közfoglalkoztatási programban. Az előző évekhez képest ebben a megyében is csökkentek ugyan a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámai. 2016-ban ugyanis 37 000 főről beszélhetünk, akik közfoglalkoztatásban vettek részt, ez idén 18 000 főre csökkent. Azonban, ha figyelembe vesszük, hogy az álláskeresői regiszterben jelen pillanatban is közel 27 000 személy szerepel a megyében, akkor látható, hogy akad még bőven lehetőség a közfoglalkoztatásra, van még feladata a munkaügyi szervezetnek. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, több milliárdos munkaügyi programot hajtanak végre a rászorulók érdekében. Egy munkaügyi paktumpályázatot valósítunk meg a kormányhivatallal együttműködve konzorciumi partnerként. Ez egy 9 milliárdos program volt a TOK keretében az elmúlt években, egy újabb 2 milliárdos programot most kezdünk el, és a következő 7 évre is egy 10 milliárdos program van kilátásban, csak a területi operatív program keretében, amit ugyancsak munkahelyteremtésre fogunk
fordítani. Román István megyei kormány megbízott arról beszélt, hogy 2010-ben véget vetettek a segélyezésnek, és munkához kötötték az állami támogatást. Ennek is eredménye, hogy a rendszerváltás óta most dolgoznak a legtöbben az országban. El kell, hogy mondjam önöknek, hogy de bizonyára sokan emlékeznek, akkor volt egy olyan vállalás is, hogy 1 millió új munkahelyet teremtünk Magyarországon. A pandémia nem jön, ez megtörtént volna már, viszont a pandémia okozott némi megtorpanást a foglalkoztatási helyzetben, azt gondolom sokunk nem örült nyilvánvalóan ennek, de az a vállalás, amit egy évvel ezelőtt tettünk, az szintén teljesült, méghozzá, hogy az amennyi munkahely megszűnik a járványhelyzet elején, annyi munkahelyet is fogunk teremteni. El kell, hogy mondjam önöknek, hogy ez a vállalás is sikerült. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a foglalkoztatási helyzet, a foglalkoztatási szint elérte a járvány előtti időszak foglalkoztatási szintjét. Bízunk benne, hogy innentől kezdve már csak még tovább is fölfelé van, és azon dolgozunk, hogy ez így legyen. Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak egy nagyon fontos vállalása. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben az évben 18 ezeren dolgoztak a közfoglalkoztatásban. A Nyíregyházi főtéren 99 megyei település mutatkozott be a járókelőknek az 5. közfoglalkoztatási kiállításon. Szeptember 2. fele és október eleje a szarvasnász ideje, ez a vadászati szezon egyik legaktívabb időszaka. Ilyenkor érdemes óvatosabban közlekedni az autósoknak, a pártkereső állatok ugyanis könnyen az utakra tévedhetnek. Szarvasgázolás esetén kötelező rögtön rendőrt hívni, különösen akkor, ha az állat nem tudja elhagyni a baleset helyszínét. Így bőg egy párzásra érett gímszarvas. Ezzel a jellegzetes hanggal adja az erdő tudtára, hogy párt keres. Vadászati szempontból is ez a szeptember elejétől nagyjából október közepéig tartó időszak számít a legaktívabbnak. A megtermett bikák a tehénkeresés során szabadabban mozognak. Előmerészkednek olyan helyeken is, ahol ezt máskor nem merik megtenni. Ilyenkor a bika bőg valójában, ezzel adja tudtára országvilágnak, hogy ő egy három úr, neki tehenei vannak, akiket ő ugye terelget, a vetélytársaknak ez egy kellőképpen goromba szitkozódás, hogy ide nem merjenek jönni, mert ő megvédi ezt a háremet. Tehát igazából egy nagyon szép és tényleg egy különleges helyzete ez a természetnek, amit mindenkinek érdemes megnézni, megtapasztalni, annak is, aki nem vadász, hiszen olyan őserők, olyan elemi ösztönöket láthat a természetbe, ami gyakorlatilag azt gondolom már máshol nem látható. A párzási időszaknak ugyanakkor veszélyei is vannak. Érdemes ezért az autósoknak is óvatosabban közlekedni. Elsősorban azok a szarvasok tévednek az utakra, amelyeknek nem jut nőstény. Ilyenkor új területeket keresnek, így akár több 10 kilométert is megtesznek azért, hogy elérjék céljukat. A baleseteket legfőképpen úgy kerülhetjük el, ha nem esünk pánikba, és nem ijesztjük meg a vadat. Ugye egy ilyen szarvasnak a zsiger első ujja is bőven 2 mázsa fölött lehet, ugye élősúlyban akkor lehet 3 mázsa is, tehát egy ilyen nagy testű vaddal ütközni, ez biztos, hogy totálkárt jelent az autóval. Alapvetően azt tudni kell, hogy a szarvas nem egy agresszív állat, tehát attól nem kell félni, hogy ott áll az úton, autóval megállok és nekünk ront, meg kell várni, hogy lemenjen az útról. Lehetőség szerint, ha nem ijesztjük meg, tehát nem kezdünk mindenféle dudálásba, meg olyan dologba, amitől meg tud rémülni, akkor kiszámítható a mozgása nyilván, nem akar ő találkozni az emberrel, nem akar ő az autóval összeütközni, hagyni kell menjen a dolgára. Nagyobb szarvas vonulásra egyébként itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem kell számítani. Ez elsősorban az ország északi hegyvidékén és a Dunántúlon jellemző. Ha valaki mégis vadat gázol és az állat nem tudja elhagyni a helyszínt, kötelező azonnal rendőrt hívni, amely a területileg illetékes vadásztársasággal vizsgálja meg az ügy körülményeit. Idén is jó évet zárhat Tokaj az ott eltöltött vendégéjszakákat tekintve, a szálláshelyek száma pedig várhatóan jövő nyárra tovább bővül a településen. A kilátónál is lesznek fejlesztések, felvonó és vendéglátóhely is létesül, emellett tervben van egy látványlift kialakítása is a jövőben. A dűlőkön már zöldelnek az érett szőlőfürtök, így néz ki őszelején a tokaji kopaszhegy. A korai fajtákat már szüretelik, a mostani időjárás kedvez is a betakarításnak. A jelenlegi kilátások alapján mind minőségben, mind mennyiségben megfelelő lesz az idei termés.
A település megközelítése ugyanakkor még mindig nehézkes Nyíregyháza irányából. A közúti híd felújítása sok bosszúságot és hosszabb menetidőt okoz a gépjárművel érkezőknek. Nem kell már azonban sokáig idegeskedniük, idén befejeződhetnek a munkák, várhatóan december végén megszűnnek az érvényben lévő forgalomkorlátozások. A kerékpárosoknak is tudott jó híre szolgálni Tokaj polgármestere 35 perc című műsorunkban. Külön kerékpársáv biztosítja majd a biztonságosabb átkelésüket a hídon. Előreláthatólag tavasszal vagy nyár elejére pedig elkészülhet az a kör, amelyen a hegyet lehet majd körbe tekerni. Közben fent a kilátónál is zajlik a fejlesztés. Nagy valószínűséggel a jövő nyára már elkészül egy jobb minőségű terasszal ellátott büfé, gyors büfé, illetve olyan vizesblokkokat kívánunk kialakítani, ami az odaérkező turistáknak egy nagy hiányt fog pótolni. Tehát el fog indulni az a nagy űr egy fejlesztéssel, amire már nagyon sokan várnak, hogy a tokai kopaszhegy tetején olyan minőségi szolgáltatást kapjanak az emberek, ami eddig nem volt. Ez az első lépcső, maga a felvonó a következő lépcső, és egyébként tervezzük egy olyan látványos dolgot is, hogy a tévétorony gombájába fölmenni egy látványlifttel, hogy onnan 300 fokos panorámát lehessen majd élvezni. Itt várhatóan 2024-ben kezdődhet meg az építkezés. Amire pedig már addig sem kell várni, az egy 4 évszakos zárt kabinos felvonó, ami a fesztiválhatlantól vezet majd a tévétoronyig. A városban eddig hiány volt magasabb minőségű szálláshelyekből, ezzel viszont több belföldi és külföldi turistáról kellett lemondani. Ezt oldhatja meg az a jelenleg is zajló szálláshelyfejlesztés, amely a polgármester szavai szerint óriási előrelépést fog jelenteni, nem csak a településen, hanem egész Tokaj-hegy alján. Úgy tűnik, hogy jövő február 28-ára el fog készülni az 5 csillagos 100 szobás szálloda. Ez egy hatalmas lökést fog adni a településnek, illetve a térségnek. És ugye említettem a Hotel Tokaj átalakítását, ami ugye minőségileg fog átalakulni. Eddig 3 csillagos volt, most 4 csillagossá fog átalakulni, egy wellness-szel kiegészülve, illetve addig 43 szoba most már bővül 55 szobára. Tehát azt lehet mondani, hogy egy 155 fő férőhelyes minőségi változások bekövetkezni Tokajba, ami azt gondolom, hogy hatalmas előrelépés. A településen egyébként jól sikerült eddig az év a vendégészakák számát tekintve. A tavalyi közel 50 ezres rekordot idén is elérhetik, úgyhogy közben a legnagyobb szálloda átalakítás miatt nincs is nyitva. A turisták pedig programok közül is válogathatnak a következő hetekben. Most szombaton tartják a Magyar-Orosz Barátság napját a város főterén. A hagyományos szüreti napok pedig október első hétvégén lesznek, melynek felvonulása idén a főtérről indul, magát a mulatságot pedig ebben az évben a fesztiválhatlanban rendezik meg. A kerékpáros felvonulás volt a szerdai nyíregyházi autómentes nap egyik leglátványosabb része. Az érdeklődők egy nem mindennapi diszkó baleset szimulációt is megtekinthettek mentők, tűzoltók és rendőrök részvételével. Különféle bemutatók és zenés-táncos programok is várták a Kossuth térre kilátogatókat. Egyet vagy kettőt emeljük. Nem hallom. Legyen kettő. És akkor, ha jól emlékszem, elértük az 1 métert? 1 méter, hölgyeim és uraim. Hagyjuk a biztató tapsot, amit János kér. Wow! Fantasztikus! Sokan voltak kíváncsiak a triálosok bemutatójára Nyíregyháza főterén. Előttük már balettosok, hip-hop táncosok, medibolosok és a Gombóc együttes is járt a színpadon. Szerdán rendezték meg az Európai Mobilitási Hét keretében a hagyományos autómentes napot, amelyet 20 éve közösen szervez a város önkormányzatával a Zöld Kerék Alapítvány. Azért hozták létre, hogy egy kicsit ráébresszék a város lakóit, valamint a város vezetését, hogy ez a nagy környezetszennyezés hosszú távon nem vezet jó eredményre. Tehát gondolkozzanak el rajta alternatív közlekedésben, vagy pedig hogy lehet esetleg kiváltani az autót, a kőolaj alapú üzemanyagokat. Sokan gyűltek össze az 5 órakor rajtoló kerékpáros felvonulásra, melynek kezdetén többen a bicikléjüket is a magasba emelték. Ezt követően csengetéssel indultak útjukra. A rendezvényen az egészségmegőrzés is fontos szerepet játszott. A Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai teljes körű állapotfelméréssel, mások mellett vérnyomásméréssel, magasság, testsúly, testtömegindex számítással,
Oxigén-szaturációs vizsgálattal és vércukorméréssel várták az érdeklődőket, akiket életmódbeli tanácsokkal is elláttak. Emellett egy látványos programelemmel is készültek. A diszkóbaleset szimulációt a Kossuth téren ezt nagy előszeretettel szerveztük meg. Elsősorban a fiatalokat szólítottuk meg, a nyíregyházi iskoláskorúakat intézményekbe juttattuk el a programnak a meghívóját. Szép számmal vettünk rajta részt, és ebben a diszkóbalesetben közreműködő partnereink voltak már szintén harmadik éve. Ebben az évben is a mentőszolgálat, a nyíregyházi mentőállomás munkatársai, a rendészeti szervektől érkeztek, és hát nem utolsó sorban a tűzoltóságtól is, úgyhogy innen is köszönjük a munkájukat. A biztonságos közlekedés jegyében a rendőrség munkatársaitól kaphattak hasznos tanácsokat a kerékpárosok, akik pecséteket is gyűjtettek a délután folyamán, melyekért egyedi pólót és különféle biciklis tartozékokat nyerhettek. Vereséggel kezdte a bajnokságot a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1 A csoportjának nyitó fordulójában a Deac otthonában léptek pályára, és a hazaiak 79-65-re megnyerték a találkozót. Stankovics Anna személyében kétszeres olimpikon úszó igazolt a nyíregyházi sportcentrumhoz. A 25 éves versenyző már új klubját képviselve áll rajtkőre október elején a budapesti világkupa versenyen. Előtte 10 nyíregyházi úszó a törökországi Belekben edzőtáborozik 10 napon keresztül. Az elmúlt napokban sorra jelentek meg a hírek válogatott úszók, edző, illetve klubváltásairól. Csütörtökön a nyíregyházi sportcentrumi sajtótájékoztatót tartott, amelyen kiderült, hogy a londoni, illetve riói olimpián is szereplő ifjúsági Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bronzérmes Stankovics Anna Miskolcról nyíregyházára igazol. A 25 esztendős versenyző párját a Hübner Nyíregyháza Blue Sharksnál előléti edzőként dolgozó Szollár Gergőt követve került a szabolcsi megyeszékhelyre, ahová elmondása szerint ismerő közé érkezett. Szurovcsák Ivettel már régóta a medencében versenytársak vagyunk, hiszen ugyanúgy a melúszó számokba versenyzünk, de nagyon örülök, hogy közben elmondhatom azt, hogy egyben a barátnőm is Ivett, úgyhogy tényleg ő volt az első ember, aki tudott arról, hogy Nyíregyházára jönnénk. Gyönyörű az úszoda, tényleg minden adott egy jó felkészüléshez, úgyhogy örömmel csatlakoztam az itteni klubhoz. Urbin Tamás szakágvezető szerint a két mellúszó rivalizálása jó hatással lesz mindkettőjükre. Bár az olimpián nem sikerült kijutni a B szintjével, én még mindig az első számú mellúszom, mert ő az olimpiai, vagy az országos csúcstartó 50 méter mellen, tehát az ővé a legjobb idő. 100 méter mellen közel van ahhoz a váltókban, folyamatosan a szövetségi kapitány döntés alapján, vagy ő, vagy egy másik mellúszó hölgy ússza. De én azt gondolom, hogy ha megkapja azt a lehetőséget, hogy minden edzésfeltételt, sportszakmai feltételt biztosítunk neki, akkor még jó pár évig jól tud maradni a mellúszó mezőnyben az élen. Motivációban nincs hiány, a párizsi olimpiára kvalifikáló versenyek másfél év múlva kezdődnek, de addig is akadnak feladatok. Azután, hogy kiderült, hogy a tokiói olimpián nem vehetek részt, tartottunk egy hosszabb pihenőt, hogy kipihenjem az elmúlt 5 év fáradtságait, mert hiszen azért tényleg nagyon hosszú felkészülés volt. Úgyhogy a következő időszakban felkészülési versenyek jönnek, közöttük ugye a októberi világkupa, de a fő cél az a jövő tavaszi világbajnokság lesz. Az október 7-én kezdődő világkupa versenyen Stankovics Anna mellett Szurovcsák Ivett, Hatházi Dóra és Barna Bianca képviseli a nyíregyházi színeket. Előtte a hétvégén egy 10 fős csapat a törökországi Belekbe utazik, ahol 10 napon keresztül edzőtáboroznak majd Urbin Tamás irányításával. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Minden eddiginél több, 99 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település mutatkozott be az 5. közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron Nyíregyházán. 2021-ben 18 ezer közfoglalkoztatott dolgozik a megyében, fele annyian, mint 5 évvel ezelőtt. A csütörtöki megnyitón elhangzott, a kiállítás a legjobb bizonyíték arra, hogy míg a segély elszegényít, addig a közfoglalkoztatottak munkájukkal értéket teremtenek. A vásár első díját a Kéki Berkenye gyümölcslé nyerte el.
Szeptember második fele és október eleje a szarvasnász ideje, ez a vadászati szezon egyik legaktívabb időszaka. Ilyenkor érdemes óvatosabban közlekedni az autósoknak, a pártkereső állatok ugyanis könnyen az utakra tévedhetnek. Szarvasgázolás esetén kötelező rögtön rendőrt hívni, különösen akkor, ha az állat nem tudja elhagyni a baleset helyszínét. Szeptember 23-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, és holnap este is várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Éjjel elsősorban az északkeleti megyékben fordulhat elő záporeső, élénk főként északnyugaton és a Tiszántúl északi részén erős lökések is kísérhetik a délnyugati-nyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között várható. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb, eleinte szűrt napsütésre számíthatunk. Nagy területen északnyugatira fordul a légmozgás, ami a Sopron-Baja és a Miskolc-Nyíregyháza vonalak közti sávban erős, többfelé viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul. Északkeleten lesz a hűvösebb, míg délnyugaton a melegebb.